Üdvözöllek benneteket, szerbusztok, szép napot minnyájatoknak! A mai napon körözöttet fogok készíteni a klasszikus formában. Ha érdekel benneteket, hogy én hogy készítem, tartsatok velem! Hogy mire is lesz szükségem? Itt láthatjátok az asztalon, túróra, tejfőre, sóra, piros paprikára, köményre, és egy kisebb fej lila hagyma felkockázva. Mint láthatjátok, belehelyeztem a tálba a túrót, tejfölt, piros paprikát, köményt. Itt szeretném elmondani nektek, hogy attól függ, hogy ki milyen túrót vásárol, át lehet azt a túrót törni egy szita segítségével, hogy ne legyen olyan öreg, hogyha esetleg rögös túrót vásároltok, tehát ne legyenek nagy darabok. Én már utaltam rá, hogy laktózmentes termékeket használok, mivel van egy ilyen kis laktóz érzékenységem. nézzétek meg, és ez a túló annyira szépen el van dolgozva, hogy ezt nem igazán kell áttörni, és akkor már át, elmennék egy olyan irányba, hogy kicsit olyan krém formája lenne. Én azt nem szeretem. Szóval a tejföl is laktózmentes, tettem hozzá piros paprikát, sót, illetve köményt. Na most aki nem szereti így ezt a köményt egészbe, az tehet bele őrölt köményt is, de el is hagyható, aki abszolút nem ö, 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 szereti a köménynek az ízét. És én most ehhez, mint láthatjátok, nagyon apróra szert lila hagymát fogok hozzá ö, rakni. Nem csinálok nagy adagot, csak én szeretem a családban. Ö, a mai modern konyha már elment egy olyan irányba, hogy tesznek bele ö, puha vajat mustárt esetlegesen még. Én ezt kihagyom, mi eredetileg ezt így készítettük édesanyámmal, én tőle tanultam, sőt tovább megyek, azt is elmondom nektek, amikor kislány voltam, az én drága nagymamám, nagyon-nagyon nem akartam megenni a paprikát, miután elkészítette a körözöttet, mert azt viszont nagyon-nagyon szerettem, beletöltötte paprikába és azt úgy egy az egybe kellett megenni, nem volt pardon, tehát így megettem a paprikát is. Na, bocsánat ezért a kis kitérőért, de ez egy olyan kis poénos dolog volt. Na most ezt össze fogom keverni, teljesen homogénne, minden jól meg fog érni benne, és mutatom, hogy körülbelül milyen lesz a végeredmény. Elkészültem a körözöttel, az asztalon látható talapanyagokból szépen összedolgoztam, ami a tálba került, elkevertem, nem nagy technológia, eljárás, tényleg ez aztán pillanatokon belül készen van, de egy nagyon finom kis étel, ha már unjuk a vajat, a kenőmájast, a felvágottakat, akkor ez egy nagyon jó előétel lehet, illetve a kenyerekre kenhetjük. És még azt is szeretném elmondani nektek, hogy nem csak vörös hagymát lehet beletenni, fokhagymát is, nagy előszeretettel szoktuk előételként adni egy ilyen kis falatkákra, vagy fokhagymáson, vagy vöröshagymáson. Én most ugye mutattam nektek, én lila hagymával készítettem. Hogyha tetszett nektek ez az étel, készítsetek el ti is, roppant egyszerű, pillanatokon belül készen van, és egy kicsit megújítjuk itt a reggeliket esetlegesen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!